Sziasztok újra, itt már benn vannak a burgonyák a helyükön, most nem essük vissza, már benn van a palatoni rózsa. Lett azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, majdnem 5 sor. Úgyhogy már nézzétek, figyeljetek, milyen szépek, gyönyörűen benn vannak a helyükön. Másik oldalra meg még megy egy 2-3 sor hópehely. Nézzétek meg, már csírzik meg, ugye én kicsirosztottam. Gyönyörű szépen így benn van. Benn van a sorjukba. Reméljük, hogy nem lefagy. Megfagy, nem tud, mert mélyre raktuk. Úgyhogy 1, 2, 3, 4... Ja, hát majdnem 5 sor balatoni rózsa lesz, úgyhogy azzal tavaly nagyon meg voltunk elégedve. Meg ott vannak a hópehelyek, figyelj, gyerek. De itt a kis traki, ezzel hoztuk fel a kapálógépet. Ja, én így csiroztatok, hogy ilyen kis tojás tartóban van, azt te így lássátok, hogy... Így. Ez is megy bele. Ez meg lesz a hópehely. Ebben más a csírja, lehet látni. Mi amúgy, hogy ilyen zöldesebb. Aha. Meg lehet is. Világosabb a krumpli is lehet látni. Nézzétek meg, hogy meg van indulva. Ja, és erről én még törtem is le csírokat. Ja. Még régebben. Na. Megy van a paradicsom. Temetheted! Adik lesz mellette valahol. Hú, de jó idő van. Zöldet, erősset. Van az a pici bocska, pöcse paprika. Hú, az aztán olyan erős munda. Egy kis több picike. Ilyen kis pirossak, de olyan erős, hogy... Nagyon. Ja, meg még paradicsomot akarok szani. Még ültetni. De... Jó. Javarészt inkább krumpli, már ugye nincs valami. Mi ez, kakukkfű, nem? Ez megmaradt ez a kis kakukkfű. Retek, cégla, az mi az anyu? Az valami tűzhe rotta. Ja. Megvannak már pattanva. Hát azért a fólia sátorba másként festeni. Cseresznye. De hát én ezt itt nem tudom. Baracsonyi óriás. Említettem. Meg lesz az idén. Én említettem a legelsőt. Tavaly nem jöttem. Az meg legyen meg lesz. Ja, jönnek a pontyok, sárcok. Ja. Hú, hogy meg vannak pattanva már izék. Jönnek a pontyok. Baracsonyi óriás. Már ügyezik. Üvegház az egy nagyon szuper dolog, ám pedig. Nagyon szuper kis dolog. És akkor ott palántázni, kiültetni, meg minden. Kis üvegházat is még akarok. Ja. Tár van. Tehát... Ja. Épp, hogy elég lett a balatoni rózsa, gyerekek. Hú, de már az ingolt. Idén nagyon drága lesz szerintem a vető burgonya. Egy videót, ami megeszi a krumplit, így megfúrja. Mi is volt a neve? Lókukac, vagy mi volt? Ja. Mi volt a neve neki? Simasz.
Ja. Lóbogár, vagy valami ilyesmi. Valami ilyesmi neve van neki. Aha. Jó, most már tudjuk, hogy mi eszi meg. Meg láttam egy módszert, hogy mit csinált, ha az egyik videós vele ilyen vízzel töltötte fel az egész földet, aztán jöttek elő azok a kukacok vagyunk. De hát én nekem nincs annyi vizem, hogy itten ezt megcsináljam, mert hál' Istennek itt még benn vannak, ez is be lesz töltve. Ja. De szépen fel van rotálva. Retek, cékla, paradicsom. Meg mit akarunk még? Ja, paprika. Ja, azt mondtam. Meg amit tudom, erős, hogy... Erős paprika. Meg amit tudom, hogy itt megmarad. Mert itt nem minden. Itt az öntözéssel van, van itt a legnagyobb problémánk amúgy. Kút lenne, akkor nem lenne probléma. Úgyhogy akinek kutya van, az nagyon becsülje meg. Első vizet felfogjuk, azt abból öntözünk. Mi azzal szoktunk öntözni. Még olyan is volt, hogy találtunk krumplit. Fellopta a kapálógép. Semmi baja nem lett. Semmi baja, srácok, nem lett neki. Ja. Rágoztak a fák. Most jönne egy fagy. Az összes barackot levinni. Már volt olyan. Többször is. Ott a traki a háttérbe, de jó. Szépen sízik már. Erre holnap rájön az eső, aztán akkor már sinen vagyunk. Sinen is vagyunk. Egy-két bőrje. Ezeket ki is dobálom belőle. Ja, úgyhogy most több lesz. Még van egy-két hagyma. Már ugye sokat szívtunk a borsóval is, meg a fokhagymával is. Nem ment semmire. Borsó azt hozott valamit, de nem éri meg itt nálunk ültetni. Thank you.
megköztem, azt itt futkozott. Meg itten... Akkor már kiszedte a puckokat. Mi az Isten járkál? Itt láttam a földön a nyomát. Kutya. Eléged. Róka. Hoppá, erről már nem hiszem, hogy csinálok videós srácok, úgyhogy higgyétek el, hogy az is el lesz ültetve. Ha valaki teheti, akkor, ha bár én nem beszélek rá senkit, ki mit vet, úgy arad, és hogy veti, úgy arad. Az abból vetős ugye azért itt, itt az időjárás is azért beleszóltam itt a dolgokba, úgyhogy. Abból ugye vetők is lett a Hóbehelyben annyi, mint a Balatoni. Azért tök jó felszenni így, így ősszel, így a konyhát meg tök jó, így följöttem a trakiból. Ott milyen, aki mire nézzétek. Kapálógépet hoztuk fel vele. Ott a híres tető. Ja, ott a izéje, tetője. Alig tudtam szerezni hozzá. Ott a kapálógép. Azt a pörét dob ki. De cékla, ha nem kell. Érdekes, figyeljetek. Cékla. Nem benne semmi, de... Hát az még tavaly, de... Tavalyi cékla kikelt. Na! Még ott van egy nálam, de azt se fog semmire menni. Baracsony meg annyi van, mint a kicsüde. Ott az utolsó szem, hopp! Le is került a helyére. Na már csak be kell tölteni. Az volt nincs ki jól nézsz, ami. Itt még a töltéssel lesz egy kis munka, de megéri. Na, konyhát srácok, mindenkinek dagadjon a kosara, jó termést kívánunk, így előre is.